Üdvözöllek titeket. Először arról szeretnélek titeket kérdezni, hogy először meséljetek a tevékenységről, az indulásról, a legfőbb motivációkról, amiért elkezdtétek ezt a tevékenységet, amit most folytattok. Szóval. Sziasztok, Dobai Tibor vagyok, Root for You a cég neve, ahol dolgozom. Hát az úgy indult, hogy az alapító Budó Péter született egy gyereke, babakocsi, tolta, nem ment, rájött, hogy hoppá, hogyha ez babakocsival ilyen néz, akkor milyen lehet kerekesszékkel, és csinált előtte már útvonaltervezőt, és akkor rájött, hogyha biciklis útvonaltervezőt lehet csinálni, akkor a technológia megvan arra, hogy lehessen kerekesszékes útvonaltervezőt is csinálni, és nem volt még. Úgyhogy most már lesz. Így röviden ennyi. És egyébként a Root for You ezzel foglalkozik, mert azt nem mondtam. Így nagyon röviden ennyi. Tehát ez volt a motiváció. Én meg úgy kerültem oda, hogy az indulásnál volt egy ilyen startup versenyszerűség, és oda kértem, hogy engem beosszanak még a legesleg elején, mert nekem ez nagyon tetszett ez a téma. Meg úgy éreztem, hogy ez egy olyan ügy, ami mellé érdemes odaállni, és változatlanul úgy gondolom. Így nagyon röviden ennyi. Akkor előtte nem foglalkoztatok bármilyen formában megváltozott munkaképességűekkel, vagy egyáltalán foglalkoztál a témával? Nem. Nem. Deli Géza vagyok, és a Nem adom fel alapítvány képviselem. A Nem adom fel alapítványról előjáróban mindig azt szoktam elmondani, hogy 2005-ben alakult, és a sérült emberek utcai zenéléssel hozták össze az alaptőkét, ami 400 000 forint volt. Ez eléggé meghatározza ugye az alapítványnak az egész hangulatát, tehát valóban nem az lenne a cél, hogy sérült embereket segítsünk, hanem az, hogy a sérült embereknek az értékeit felhasználva miket tudunk adni a társadalomnak. És egy következő nagy mérföldkő volt az, amikor az arénában szerveztük olyan jótékonysági koncertet, ahol a sérült emberek voltak a felajánlók, és akkor 11,5 millió forint gyűlt össze az első koncerten, a Böjte Csabáéknak ajánlottunk föl, és ezen az úton volt egy sokadik lépés, az, hogy idén január 27-én létrejött a Nem adom fel Café & Bar, ami egy kávézó, ahol sérült emberek, a felszolgálók, ők dolgoznak a konyhában, tehát 90%-ban sérült emberek dolgoznak a kávézóban. És ami még mondjuk fontos, az az, hogy a kávézót nem az alapítvány tartja fönt, hanem a Nem adjuk fel szociális szövetkezet, de azért a névből is érződik, hogy ennek némi köze van az alapítványhoz, de úgy éreztük, hogy jobb, ha egy ilyen piaci tevékenységet nem az alapítvány végez, hanem egy szociális szövetkezet formában folytatjuk. Ez szintén mind a kettőtökhöz szól ez a kérdés, hogy mielőtt megvalósítottátok ezt az egészet, milyen előzményei voltak a tevékenységnek, tehát mik voltak azok a legfőbb pontok, amiken végig kellett menni, hogy kivitelezzétek? Hát mi nem vagyunk kész. Meg lehet, hogy nem is leszünk soha. Szóval ez egy ilyen folyamat. Rengeteg minden van. Tehát nálunk ez úgy néz ki, hogy most egy ilyen kicsit komplexebb dolgot szeretnénk, hogyha itt megváltozott munkaképességről van szó, meg integráció, meg mindenféle hasonló dolgokról, hogy ennek az egész Root for You dolognak igazából nem az a célja, hogy az ember el tudjon menni A-ból B-be, hanem ennél egy kicsit ilyen komolyabb dolog lenne, méghozzá az, hogy a társadalom ezen része aktívabban, bátrabban merjen mozogni a saját környékén, vagy a saját környezetében, vagy a saját világában, hogy így úgymond kinyissuk a világot. Tehát már ahhoz, hogy rájöjjünk arra, hogy ez egy ilyen sokkal komplexebb dolog, mint a sima útvonaltervezés, ahhoz már is ilyen lépcsőkön kell. Tehát nálunk ez úgy működik, hogy lépünk egyet, aztán megnézzük, hogy éppen hol tartunk, és az alapján lépünk egy újabbat, éppen abba az irányba, amerre vagy tudunk, vagy lehetőségünk van, vagy amerre a leghasznosabb. Nem tudom, hogy erre ezzel így válaszoltam-e a kérdésre. De hogy a lényeg az, hogy nálunk így ez nincs kész még egyáltalán. Még arra lennék kíváncsi, hogy ez az egész akadálymentesség felmérés, ez így hogyan néz ki a valóságban? Tehát, hogy ezt hogy kéne elképzelni? Az applikációnak az az alapkoncepciója, hogy gyroszkópot, GPS-t logolunk,
és van egy automatikus adatgyűjtés kerekesszékkel való közlekedés közben, hogyha az appot elindítják a telefonon. Tehát gyűlik egy rakat adat, és abból mi tudunk térképet csinálni, amit aztán utána a közösség meg tud nézni. Így röviden ennyi, de azért ennél egy kicsit bonyolultabb, mert van kézi felmérés is, lehet csak külön helyeket fölvinni, tehát így viszonylag bonyolult a dolog. Felhasználói szinten reméljük, hogy annyira nem. Nem adom fel a kávézónál, ami ezt megelőzte, az néhány dolgot még ezzel a lelki attitűdre akarok visszatérni, hogy én azt gondolom, hogy számunkra rendkívül fontos az, hogyha valaki sérült élethelyzetben születik, hisszük azt, hogy akkor is az ember tele van ajándékkal. Nem biztos, hogy bizonyos ajándékokat megkapott az élettől, de akkor is rengeteg dolgot kapott. Tehát lehetősége van arra, hogy egy csomó mindent adjon a környezetének. És ez egy olyan alaphelyzet, vagy alapállás, ami meghatározza az egész alapítványi működésünket és tevékenységünket, és azt szeretnénk, hogyha ez a fajta gondolkodásmód, vagy ez a fajta attitűd jellemezné a kávézónak a hangulatát is. Tehát ha valaki oda belép, akkor valahogy azt érezze, hogy itt olyan emberek vannak, akik képesek és szeretnének is adni valamit az odaérkezőnek. Ez azt gondolom, ha ez bármelyikünkkel kapcsolatban igaz, tehát ez nem csak, ha valaki sérült élethelyzetben él, hanem bármelyikünkkel kapcsolatban igaz az, hogy ezt valaki választja, mindannyian választjuk az életben, hogy egy olyan típusú attitűdöt ragadunk meg, amiben azt érezzük, hogy igen, nekünk egy csomó mindenre szükségünk van, és igenis nekünk ez vagy az jár az életbe, vagy ez vagy azt még meg kellene kapnunk ahhoz, hogy boldogok legyünk, vagy pedig úgy érezzük, hogy igen, mi már egy csomó mindent azért kaptunk, független attól, nyilván mindannyiunknak van szüksége dolgokra, de egy csomó mindent kaptunk ahhoz, ami által mi egy millió dolgot tudunk adni a többieknek. És én azt gondolom, hogy a nem adom felnek ez kell legyen az alapja, hogy szövetséget kötünk a hátrányos helyzetű vagy sérült emberekkel arra, hogy szeretnénk egy csomó mindent adni a világnak. Ennek egy része a kávézó, ahol az előkészületekre visszatérve, fontos volt az, hogy mi egy nagyon szerencsés lehetőségként az alapítvány vásárolt egy 430 négyzetméteres ingatlant a 8. kerületben, a kávézó maga 8. kerületben van. És utána ezt különböző pályázatok által tudtuk felújítani, és a kávézót is pályázatok segítségével tudtuk elindítani. És most nekünk az egy nagyon fontos célunk, hogy egy olyan működési modellt tudjunk kialakítani, ami által ez nyereségesen működik, függetlenül attól, hogy maga a helyszín az meglehetősen kicsi átmenő forgalmat tud realizálni. Tehát egy nagyon eldugott utcasarkon vagyunk, de hogy elég jók és érdekesek legyünk ahhoz, hogy az emberek mégis fölkerekedjenek, és azt mondják, hogy elmegyünk oda, és hát nem csak, hogy kipróbáljuk ezt a helyet, hanem akár visszamegyünk oda, igen, ez nagyon fontos dolog, mert egyszer mindenkit könnyű elhívni, de másodszor már csak akkor lehet, hogyha ott valóban jól is érezte magát. Nem tudom, ez mennyire válaszolt a kérdésre. Hát azt olvastam, hogy körülbelül egy 80-90 ember vett részt egy úgynevezett castingon. Nem tudom, hogy erről tudnál esetleg mesélni, hogy hogyan néz ki, mennyivel másabb az ő felvételük vagy interjújuk, mint egy egészséges embernek. Milyen kompetenciákat vizsgáltatok esetleg, vagy ilyesmire gondolok még? Így van, tehát az információ az helyén való. Tényleg nagyon sokan jöttek, és nagyon sokan érdeklődtek. Én azt gondolom, hogy alapvetően nem másabb az ottani casting, mint bárhol máshol. Talán a szempontok különböznek egy kicsit. Amit az előbb elmondtam itt a lelki attitűdről, ezt rendkívül erősen vizsgáltuk, hogy valakinek az élethez való hozzáállása az belefér-e ebbe a fajta gondolkodásmódba, és hogy azt fogja tükrözni majd a kávézóban, akár felszolgálóként, vagy akár a konyhában, amit mi szeretnénk átadni ezen keresztül. Ez nyilván azért ez nem egy gasztroszakmai kérdés kizárólag, hiszen bár igaz, hogy a gasztronómiának, ugye a vendéglátásnak a vendégfogadása, mint attitűd, az egyik legfontosabb része, de ettől még mondjuk azért főzni valaki nem tud. Tehát van egy másik része is, ami megközelítésünknek, hogy azt is nyilván kellett vizsgáljuk, hogy ki az, aki elég ügyes mondjuk konyhai feladatok ellátásához.
viszont azt mondhatom, hogy mindenféle sérültségi típusból érkező dolgozó jelen pillanatban van a konyhában, amilyen jellemzőbb sérültségi típus, tehát vannak értelmileg akadályozottak, autista, fiatalok legjobb baristánk az autista, van látássérült fiatal, egy gyengén látó fiatal van a pultban szintén, aki ott a pult hátterében segít, illetve aki a kommunikációt segíti, ő is egy látássérült fiatal, hallássérültek dolgoznak a konyhán, van egy kerekes székes pincérünk, tehát hogy mindenki megtalálta a helyét, aki úgy szívesen jött volna, és akit mi is el tudtunk képzelni a csapatban, tehát ezt én üzenetértékűnek is látom, hogy mindenkinek volt helye a csapatban, mindenféle sérültségű típusból érkező személynek. Ami nekünk most még nagy kihívás, az, hogy keresünk szakácsot, mert hogy eddig január 27-én indultunk, és elindultunk egy ilyen kávéházi kínálattal, tehát ha az ember bemegy a Starbucksba vagy a Costába, akkor kicsit hasonló a mi kínálatunk most, de mi szeretnénk melegételt és alkoholt is árusítani, aminek többek között az oka, hogyha egy sérült társaság, vagy sérültekből álló társaság lejön, akkor ők tudjanak egy jót sörözni, tehát hogy meglegyen az a fajta élmény, ami bárki másnak megvan így az életben, illetve a fiatalokat is reméljük, hogy ezáltal talán inkább eljönnek, de az egésznek a minőségi pozícionálása az árban nem lenne drága, de nagyon szeretnénk törekedni arra, hogy a beszerzés is olyan forrásokból történjen, ahol ha valamit fogyatékos emberek gyártottak, kézműves termék, magyar termék, és olyan minőségi dolgok legyenek. Tehát alapvetően az egésznek a hangulata olyan legyen, hogy mondjuk azért nem az lenne a cél, hogy az olcsó borsodit csapoljuk, és tehát hogy erre hangoljuk az egészet, hanem inkább egy olyan, hogy egy család is szívesen jöjjön le, tehát olyan legyen az egésznek a hangulata. Tiborhoz tenném fel a következő kérdést. Hogyan néz ki egy applikáció fejlesztőnek a napja? Mit csináltok? Én nem fejlesztek. Most jelenleg úgy néz ki, hogy átalakítottuk, vagy átalakítás alatt van az egész app, és egy külső partner csinálja a fejlesztést, és a csapattagok pedig rendszeresen mennek megbeszélni, hogy minden rendben legyen. Az én napom az úgy néz ki, hogy én foglalkozom térképpel, térképi adattal, bloggal, fotózással, járok beszélgetni például, és van százféle dolog, minden nap kicsit más, szóval én így rohangálok. Amit éppen kell csinálni, azt csinálok. A többieknek, meg nyilván a saját szerepükhöz képest egy kicsit más, de a lényeg az, hogy az elején mi fejlesztettünk, de most egy annyira komplex dolog lesz, hogy nem tudjuk már magunknak megcsinálni. Úgyhogy lényeg az, hogy így. Hányan vagytok egy csapat? Hányan vagytok ebben a csapatban? Most jelenleg öten vagyunk. Négyen-öten. A Nem adom fel kávé esetében nekem még a megváltozott munkaképességűekhez kapcsolatban egy olyan kérdésem lenne, hogy a munkához való hozzáállásuk mennyiben más, tehát könnyű velük együtt dolgozni, vagy milyen nehézségekkel kell szembenézni a foglalkoztatás során? Ami rendkívül nagy pozitívum, az, hogy hihetetlenül lelkes és feladattudatos a társaság. Tehát én azt gondolom, hogy sokszor az építőipart és a vendéglátást ról én sokszor hallom azt, bár nem élek egyikben sem, de sokszor hallom azt, hogy az ottani, hát mondjam, munkamorál azért nem mindig olyan magas szintű. Na, nekünk ezzel abszolút nem kell küzdeni, tehát elképesztően lelkesek a fiatalok, és őnekik, tehát hogy szinte verseny van azért, hogy mondjuk ki tudjon leszedni egy asztalt, tehát hogy mindannyian annyira bennük van az, hogy ők nagyon szeretnék csinálni. Ami nyilván egy picit nehézség, hogy ha bárki bármilyen sérültséggel él, nyilván bizonyos dolgokban speciális figyelemre, vagy több időre van szüksége, az itt nagyon érezhető, hogy nekünk figyelnünk kell arra, hogy a folyamatokat, tehát a munkafolyamatokat, azokat egyszerű egységekre kell lebontanunk, és egy-egy egységet azt gondolom hosszabb ideig kell nyilván megtanulni a dolgozóknak, tehát hogyha úgymond átlagos dolgozók lennek, akkor az ember lehet, hogy azt mondja egy jó hozzáállású dolgozónak, hogy nem tudom, söpördöztek innen az épület körül a cigarettacsikket, vagy hasonlók, és akkor ő megcsinálja.
A mi dolgozóinkkal sokszor ki kell menni többször, és így is hát el tudunk érni nyilván oda, hogy utána ez egy önálló munkafolyamat legyen, de ez egy nagyobb idő és energiabefektetést jelent. De utána azt gondolom, hogy ha valamit ők megtanultak, akkor viszont nagyon megbízhatóan csinálják. Ugyanígy ezt a kérdést tenném fel, hogy nektek milyen nehézségekkel kell szembenézni, illetve hogyha bármilyen változás történik, azt milyen gyorsan tudjátok lereagálni, illetve hogy hogyan is történik ez? Szóval úgy van, hogy nekünk tesztelőink vannak, akik kerekesszékesek, illetve van egy tapasztalati szakértő a csapaton belül. Hogy milyen gyorsan tudjuk a változásokat lereagálni, most jelenleg nem túl gyorsan. Ezért is kellett ezt az egész rendszert egy picit átalakítani, hogy egy nagyon pontos kiindulási térképpel tudjunk indulni. Ezért van az most, hogy önkormányzatokkal közösen készítjük el a térképnek az első verzióját, és utána a felhasználóink már egy komplett térképet kapnak helyekkel együtt, és utána pedig remélhetőleg egy kicsit gyorsabban működik ez az egész. Amikor indult a Root for You, akkor volt egy kemény magunk, egy Root for You kemény mag, akik leszették az appot, és járták a várost szépen, és akkor volt olyan ember, aki egy nap csinált, nem tudom, 10 kilométert, vagy nem tudom, hogy melyik volt a leghosszabb track, de lényeg az, hogy rengeteget mentek, és akkor gyűlik szépen az adat, és akkor vannak mindenhonnan az egész városból szép kis színes vonalaink. Tehát van olyan ember, aki iszonyatosan lelkes, mert totálisan rápörög, és van olyan, aki azt mondja, hogy de hát miért nincs még kész, meg hogy miért nem tökéletes, meg nem tudom. És akkor nekünk ezt a két véglet között kell úgy egyensúlyoznunk, hogy hasznos legyen az alkalmazás. Tehát a lényeg az, hogy nekünk így konkrét sok kerekesszékes alkalmazottunk egyáltalán nincsen, hanem ez az egész egy ilyen közösségépítési folyamat. És körülbelül mennyi felhasználótok van jelen, vagy hányan használják most jelenleg ezt a... Hogy most jelenleg a letöltött Root for You Android alkalmazást hányan használják, szerintem nem túl sokan. Viszont rengeteg visszajelzést kaptunk, és az alapján készül el az új adatunk, meg iszonyatosan sok van. Annyira sok, hogy nagyon... Nagyon. Bárcsak minden föl lenne már normálisan dolgozva. A következő kérdésem az pont erre vonatkozott volna, igen, hogy milyen visszajelzéseket kaptatok az egésszel kapcsolatban. Uh-huh. Csak főleg ez a két véglet a jellemző, vagy pedig azért általában úgy elégedettek velük? A meglepő az egyébként, vagy hát nekem az volt a meglepő, hogy a társadalomnak az a része, aki nem kerekesszékes, az szinte jobban rá van pörögve az egészre, mint maguk kerekesszékesek. Ez szerintem azért van, mert nyilván sok dolog volt már ígérve a kerekesszékeseknek, mondjuk akadálymentesítés terén, vagy akármi terén. Tehát nyilván egy kicsit szkeptikusan áll a nép a dologhoz. Mi igyekszünk nagyon hasznos alkalmazást csinálni, és annyi visszajelzés volt arról, hogy mire van szükség, mit akarnak benne látni, de olyan szinten, hogy elképesztő, amit inkább most nem is mondanék inkább. Tehát nyilván nem fog minden belekerülni, de mi ezt a rengeteg visszajelzést a használatról, meg vannak olyanok, akik egyáltalán nem használták, csak véleményt mondanak róla, és akkor még vannak olyanok, akik tehát nem volt iPhone-ra például alkalmazás, és rengetegen jöttek, hogy miért nincs már iPhone-ra alkalmazás, és hogy azt használni akarják, és ez meg ez legyen benne, és hogyha nincsen iPhone, akkor semmi sincs. Úgyhogy rengeteg visszajelzés van. Ez alapján az új Root for You az már remélhetőleg sokkal jobb lesz. És használhatóbb, mert az a lényeg egyébként. Ugyanez lenne itt is, hogy mik a visszajelzések. Én amikor beszéltem pár ismerősömmel, akkor hát vegyesek voltak ezzel kapcsolatban a vélemények. Valaki azt mondta, hogy persze ő szívesen elmenne, viszont valaki teljesen... Hát ignorálta ezt a dolgot, mert ő nagyon feszélyezve érezné magát egy ilyen helyen. Mik az eddigi tapasztalatok? Hát én azt tudom mondani, hogy 20 éve kerültem a fogyatékos emberekkel kapcsolatba, egy polgári szolgálatosként, és szerintem a 20 év alatt hihetetlen sokat változott a világ, tehát nagyon pozitív irányba.
igazság szerint én 20 évesen éreztem az emberekben egyértelmű rossz indulatot, félelmet láttam, és azt mind a mai napig néha látok, bizonytalanságot, tehát hogyan jó viszonyulni a fogyatékos emberekhez. De én nekem most január 27-én nyitottunk, azóta úgy érzem, hogy várakozáson felül pozitív volt összességében, ami nálunk lecsapódott. Nyilván akinek esetleg ellenérzése, vagy úgy fenntartása, vagy félelme van, az nem jött el, tehát azzal én nem nagyon beszéltem. De önmagában ahányan eljöttek, az már nagyon pozitív, tehát tulajdonképpen azzal együtt, hogy mondom, nem egy főútvonal mellett vagyunk, nem a nagy körúton, hanem annál sokkal kiebb, és még csak nem is a Baross utcára nyílunk, hanem egy picit beljebb. Mégis azt mondhatom, hogy folyamatosan vannak a sokszor teltházban, időnként félházban, de tehát az, hogy mondjuk ilyen kellemetlenül kongana az egész kávézó, azzal Istenek hála nem nagyon kell szembesülnünk ilyesmivel. Tehát ez már nekem önmagában pozitív volt. Nagyon sok pozitív visszajelzést is kaptunk, tehát nagyon sok ember van most már, aki Istenek hála visszatér, tehát visszajön. Nagyon sok bátorítás jött, illetve ami nekünk szintén nagyon jó érzés volt, hogy tehát cégek is úgy álltak mellénk, a Magyar Kajakkenu Szövetség az nálunk tartotta a sajtótájékoztatát, tehát ilyen olimpiai bajnokokkal meg. Ez az ottani fiataloknak rendkívül sokat adott, tehát rendkívül önbizalomban emelte őket. De cégek is sokszor workshopokat, különböző programokat hoztak hozzánk, baráti társaságuk, egy nyugdíjas klub jött hozzánk, volt, aki a születésnapját nálunk tartotta. Tehát ezek nagyon bátorító élmények, ami azt jelenti, hogy ennek van létjogosultsága, és egymás között pont azt beszéltük, hogy lehet, hogyha ez 10 éve nyílik, akkor lehet, hogy még a társadalomnak ez egy picit korai lett volna, és még sokkal több lett volna a fenntartás. 10 év múlva meg én bízom benne, hogy már sok ilyen lesz, és akkor meg már nem lesz annyira érdekes, de hogy én azt éreztem, hogy ez most úgy jókor nyílt. Tehát nekünk ez volt a tapasztalatunk, hogy ezt most úgy jó időben indíthattuk el. Akkor ezek szerint például nemrég a 8. kerületben egy másik ilyen kávézó is nyílt, akkor őket egyáltalán nem tekintitek úgymond versenytársnak, hanem inkább akkor pozitívumként könyvelitek el ezt a dolgot, vagy így? Tehát azt gondolom, hogy ha ezt komolyan végig gondolom, akkor ez abszolút így van. Az ember úgy van megalkotva, hogy magába azért mindig egy kicsit szubjektíven éli meg a dolgokat, és nyilván, amikor hallottuk, hogy ők is nyitnak, akkor gondolkodtunk, hú, csak jó lenne, mi tudnánk először megnyitni, és hasonlók. Ez benne van mindannyiunkban, de mindannyian küzdünk azzal, hogy őket teljes mértékben partnernek tekintsük, és egyébként józanul meggondolva Budapest bőven elbír, 10 ilyen helyet is elbírna. Mert igazság szerint egy akkora kávézót, mint a miénk, nem tudom, 500 ember el tud tartani, aki visszajár, vagy 1000 ember maximum. Tehát aki időnként visszatér. Tehát, hogy 2 milliós városban ez egyáltalán nem lehet probléma. Ráadásul a Premier Kult Café, amelyik szintén ott a Vörösmarty mozi helyén nyílt meg, az azt gondolom részben sokkal előnyösebb adottságokkal bír, mint a miénk, hiszen ott az átmenő forgalom nagyon jó, ott a egyetemek körül a sétáló utcába, azon biztos, hogy nem tudunk versenyezni. Ugyanakkor azt gondolom, ha valaki betér a Premier Kult Caféba, az inkább tényleg egy ilyen beugrok egy kávéra, egy olyan típusú hely, és van mellette egy nagyon szép, talán ennél kisebb, de hasonló ilyen konferencia termük. Tehát egy kicsit másabb. Aki a Nem adom fel Café & Bárba eljön, az egy, hogy mondjam, ilyen nyers téglás, ilyen boltíves hely, ahova azt gondolom, hogy tehát egy társasággal beülni nagyon jó hangulat lehet, nagyon klassz lehet, szerintem nagyon jó fények vannak, tehát hogy az egész úgy lett kialakítva, mi azt szerettük volna, hogy olyan legyen ez a hely, hogyha fogyatékos emberek ott dolgoznak, akkor azt érezzék, hogy ilyen mainstream helyen dolgoznak. Tehát önmagában, hogy ők ahol dolgoznak, arra már azt érezzék, hogy hú, mi valami nagyon vagány helynek vagyunk a részesei, és ne az legyen, hogy itt nagyorsan kifestünk, és akkor gyertek, akkor ti dolgozzatok itt, és akkor azt mondjuk, hogy nagy fogyatékosokkal együttműködő helyet nyitottunk, hanem hogy az egésznek legyen egy olyan hangulat, és mindenkit szeretettel hívok valóban, hogy nézze meg, és bizonyos mondjam meg arról, hogy nem vagyok elfogult, tehát hogy mindaz, amit mondok, hogy az tényleg úgy van. Nálatok jobb a hangulat. Bízom benne, hogy nagyon így van. Jó. Köszönöm, hogy eljöttél, és ezt elmondtad. Valóban volt, tehát egy olyan nagyon bátorító élményünk volt, egy amerikai ilyen gyógypedagógus volt nálunk, aki most az utóbbi években Európába járt, és többek között ilyen társadalmi vállalkozásokkal kapcsolatban
gyűjtött információkat és tartott előadásokat, és azt mondta, hogy 60 országban volt, 27 olyan helyen volt, ami fogyatékosok ilyen vendéglátó helyeket üzemeltettek, tehát szerte Európába. Oda hát, és bízom benne, hogy nem mindenütt ezt mondta, de azt mondta, hogy ez volt a leghangulatosabb hely. Tehát, hogy nagyon sok ilyen nyílt, de hogy ez volt az, aminek a legjobb hangulata volt, és én személy szerint nagyon szeretek ott lenni. Tehát nem csak amiatt, mert közel áll hozzám, hanem tényleg, hogy nyilván minden beszélgetést, meg minden találkozót oda szervezek most már, de hogy amúgy is egyszerűen jó ott ülni. Tehát jó ott lenni az egésznek olyan a hangulata, és tényleg a dolgozók is ilyen nagyon igyekvőek. Tehát ez is úgy lesugárzik szerintem az egészről. Azt is olvastam, hogy nem csak kávézóként szeretnétek üzemelni, hanem mint egy közösségi teret szeretnétek ott kialakítani. Milyen egyéb programokon fogunk tudni ott részt venni? Hát az első az most csütörtökön lesz, amire szintén hívok minden énekelni szeretőt, mert egy ilyen van egy gospel kórusunk, és nekik lesznek havonta egyszer ilyen nyilvános próbáik, ahova el lehet jönni és így bekapcsolódni az éneklésbe, tehát egy ilyen közös éneklésbe lehet kapcsolódni. Ez csütörtökön 5 órakor lesz. Ezen kívül van például a Nem adom fel csapatba, aki ott is dolgozik, az egyik fiatalember, tavaly megnyerte a Team Slam bajnokságot, és nem sérült emberek között, hanem nem tudom, kinek mond valamit itt a Slam társadalom, vagy az ottani nevek, de Színész Bob és Tunyog Imre volt a Team Slam bajnok, és azért ez egy nagyon nagy dolog, különösen figyelembe véve azt, hogy egyébként Tunyog Imre értelmileg akadályozottként végzett, és azt szerint van leszázalékolva, rendkívül érdekes ilyen posztmodern remek műveket ír a verseket, és az ember így nem érti sokszor, hogy miről is szól teljesen, de érzi, hogy valami nagyon, nagyon eredeti az egész. Tehát, hogy ők például fognak majd tehát közös estet tartani, művészekkel is egyeztettünk, nem olyan régen Csík János ígérte meg, hogy igen, majd eljön egy zenés beszélgetésre. Egyéb ilyen zenészeknek ilyen előadó estjeiről volt szó. Szeretnénk olyat is, ami például nekem nagyon izgalmas témának tűnik, hogy különböző pszichiátriai problémával élő embereket, tehát akik erre egy kicsit úgy rákészültek lélekben, vagy akár sérült élethelyzetben élő embereket, a saját életükkel kapcsolatban előadást tartsanak, mert a mai világban azt gondolom, hogy a tapasztalati szakértés, mint forma, itt elhangzott az előbb, hogy nálatok is van tapasztalati szakértő, még nincs kellően megbecsülve. Tehát még szerintem szakemberközpontú világban vagyunk, legalábbis a gyógypedagógiát és sokszor szerintem a pszichiátriát tekintve is, ahol még van egy ilyen nagyon erős aláfölé rendeltség azok között, akik igénybe veszik a különböző szakemberi segítségeket, de sokszor nem becsüljük eléggé meg azt a tudást, amit valaki érintettként megfogalmaz. Hogy ez egy hihetetlenül izgalmas dolog. Nem olyan régen egy borderline problémával élő hölgyel kerültem kapcsolatba, aki erről az állapotáról írt könyvet. Nagyon izgalmas volt vele beszélgetni. Tehát, hogy valaki hogyan látja belülről ezt az egész kérdést. Nyilván ehhez, tehát erre nem, megint azt mondom, nem mindenki alkalmas, hogy tapasztalati szakértőnek se alkalmas mindenki. Mert ha valaki csak a keserűségét és csak a problémáját nyomja ki önmagából a világba, az nem tud azt gondolom elég konstruktívan hozzászólni egy adott problémához. Tehát nyilván ehhez erre bizonyos emberek válnak érette így a személyiség fejlődésükben. Közben rátérnék itt a piszkos anyagiakra. Arra lennék kíváncsi, hogy az elindulásnál, illetve jelenleg is miből van bevételetek, illetve mutasd be kérlek magát az üzleti modellt. Az indulás az úgy nézett ki, hogy volt egy startup verseny, ott nyertünk az induláskor, tehát az volt egy kis összeg, abból el lehetett indulni. Az alapítónak ismerősi köréből, félig meddig ismerősi köréből volt egy angyalbefektetési kör, abból zajlott egy darabig a dolog, és most pedig úgy néz ki, hogy sikerült egy nagyobb összegű befektetést behúznunk, amivel szerencsére most egy jó ideig fogunk tudni működni, és ennek keretében valósul meg egyébként a bel- és külpiacra szánt applikációnak a lefejlesztése. Így nagyon röviden. Az üzleti modell az most egy picit, ahogy említettem, változott a korábbiakhoz képest, ugyanis
nincsen annyi kiindulási adat egy új helyen, de akár egy nem új helyen sem. Az OpenStreetMap, az adat OpenStreetMap nyilvános adatbázisból van részben, a pontok, a járdák, stb. De járdaadat az sehol sincsen, az nincs, se Google-nek, se senkinek. A járdaadatot azt mi automatikus térképezéssel szerettük volna összegyűjteni, ami működik, de az egy kritikus tömeg után működik, mert ahogy kérdezted, nem napra kész a dolog. Tehát ezzel elindulni azért problémás, mert egy utcában napra kész lesz, mert Józsi bá minden nap ott megy, és ő nagyon lelkes rútforjus, de a mellette lévő utcában nem. Tehát önkormányzati együttműködéseken keresztül, az önkormányzat által megfinanszírozva készítjük el a kiindulási térképet, amit utána a felhasználók, segítünk az önkormányzat és a felhasználóknak a kommunikációjában, vannak ilyen mindenféle kampányok, például télen volt egy ilyen mikulásos kampány, ahol Budapest szerte, de igazából ország szerte, meg világból jó néhány helyről jött adat, az OpenStreetMap-es helyeknek az akadálymentességét kérdeztük meg. Csak annyit kérdeztünk, mivel bárki használta, tehát éppen, hogy ti is használtátok volna, hogyha tudtatok volna róla annó, hogy van-e lépcső, vagy nincs-e lépcső. Ennyi. Hogyha tudjuk, hogy az adott helyen nincsen lépcső, akkor oda már az ember, aki a térképre ránéz, az nagyobb eséllyel fog merni oda menni. Így röviden ennyi volt a célja. Bejött 3000, nem tudom hány száz hely a térképre, és ez egy marha nagy dolog volt. Tehát így is gyűlik az adat. Az üzleti modell, azt nem tudom, hogy végigmondtam-e. Nagyjából önkormányzati együttműködések, ja, ezt az érzékenyítés miatt mondtam, meg amiatt, hogy bevonjuk az egész társadalmat ebbe az egészbe. Tehát ezt nem úgy akarjuk mi kezelni, hogy ez egy kerekesszékes dolog, mert minek. Tehát nekünk az a lényeg, hogy minél többen találkozzanak ezzel az egésszel, hogy az totálisan normális legyen, hogy én babakocsival megyek, akkor fölviszem a nem tudom, salátázónak a lépcsőjét, mert lehet, hogy a barátnőm, aki szintén babakocsival próbál mászkálni, annak hasznos, de ugyanúgy hasznos a kerekesszékesnek is, meg ugyanúgy hasznos lehet másnak is. Az adat egyébként az az, ami most úgy néz ki, hogy az irány lesz, az adat és a közösség, ami nekünk egy érték lesz a kezünkben. Köszönöm. Oké. Majd gondolom úgy is kérdeztek, hogyha ez így kicsit össze-vissza volt. Ide is hasonlókat szeretnék kérdezni, hogy mondtad, hogy nem olyan, nem feltétlenül van sok visszajáró vendég, de ettől függetlenül már nyereséges-e a kávézó, vagy ez nálatok hogy működik? Nem, szerintem mi még nem értük el a fedezeti pontot, bár nem sok hiányzik hozzá, de ezt egy kicsit annak is tudom be, hogy tehát jelen pillanatban elég szűk a kínálatunk. Tehát ha valaki bejön, akkor tud egy kávét és egy süteményt mellé, de tehát relatív hosszú ideig ezzel az emberek nem szoktak olyan nagyon hosszú ideig tartózkodni, legalábbis egy-egy komolyabb étkezést így nem tudnak nálunk abszolválni. És nálunk ami egy nagyon fontos dolog, az, hogy az nagyon nagy előny, hogy sajátunk az ingatlan, tehát nem kell bérleti díjat fizetnünk, ami általában egy vendéglátóhelynél az rendkívül magas összeg. A többi költség az nagyjából hasonló, egyetlen egy dolog van, ami viszont pozitívum, hogy a megváltozott munkaképességi dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatban, nem adom fel alapítvány, mint akkreditált szervezet, igénybe vehet egy állami támogatást. Azonban ez olyan szempontból fontos számunkra, hogy most nekünk egy műszakban mondjuk van 3 vagy 4 ember, lehet, hogy ha mi piaci alapon működnénk, akkor lehet, hogy egy valaki lenne, de az nem megváltozott munkaképességű. Viszont ezáltal tudjuk azt megvalósítani, hogy egyszerűen ha valaki bejön, akkor nem azt érzi, hogy tessék parancsoljon, gyorsan adom ki, akkor a követ, tehát hogy akkor gyorsan megyek, valamit csinálok, hátra és egyebek, hanem egy kicsit emberibbé válik az egész, tehát az emberi kapcsolatokra sokkal inkább van lehetőség, idő, nem az a fajta tempó van, amit az ember sokszor egy ilyen kínai, vagy nem tudom, egy más típusú vendéglátóhelyen megél. Mi ezt szeretnénk tartalmassá tenni, tehát hogy ezt a humán erőforrás pluszt, hogy ezt tartalommal megtölteni, ez lenne nagyon nagy cél.
És milyen előnyöket, illetve hátrányokat tudnál felsorolni így általánosságban az ő foglalkoztatásukkal kapcsolatban? Mondtad, hogy nagyon lelkesek, ebben teljesen más az attitűdjük a munkához. Ezen kívül bármit mást fel tudnál sorolni? Hát az előbb már arra utaltam, ha valaki fogyatékos, vagy bármilyen megpróbáltatást él meg valaki, közülünk is bárki, akkor azt gondolom, hogy két irányba változhat a személyisége. Vagy megkeseredik, és valamilyen szempontból hát ez negatív attitűdöket hoz a személyiségébe, vagy pedig nagyon pozitívvá válik, tehát nagyon elfogadó lesz önmagával, az élettel, a másik emberrel. Mi próbáltunk ilyen kollégákat hát kiválasztani ezeken a castingokon, és én azt gondolom, hogy ez előbb-utóbb egy közösségben átjön, hogy milyen hozzáállású emberekkel vagyok együtt. Hogyha az ember egy kis időt tölt, és ahhoz nem kell nagyon hosszú kommunikáció a jelenlévőkkel, hogy kiderüljön az, hogy valahogy mi az, ami lesugárzik. Én úgy érzem, hogy nagyon jó emberekkel dolgozhatom én együtt, nekem megtisztelő, hogy olyan kollégák vannak, akik ott vannak a kávézóban. Egy kicsit általánosabb kérdést tennék fel így hazai szemszögből. Mit gondoltok, hogy a vállalkozások, vagy a vállalkozók csak tiszta gazdasági racionalitásból foglalkoznak megváltozott munkaképességűekkel, vagy most már egyre pozitívabb a hozzáállás, és egyre többen ismerik fel esetleg, hogy milyen társadalmi hasznokkal jár ez? Hogyha magunk nevében beszélek, akkor nyilván nem a gazdasági dolog, hanem ahogy beszéltük az előbb, a tapasztalati dolog. Egy új város vagy városrésznek a felmérése kor közben és utána az érintettek nyilván azok, akik legjobban ellenőrizni tudják a minőséget, akár menet közben is. Ötleteket adni arról, hogy mi maradt ki, melyek azok a helyek, amelyeket a legfontosabb feltenni a térképre, stb. Tehát nekünk ez teljesen egyértelmű, hogy a helyi szervezettel, érintettekkel, stb. Együtt kell működnünk. De nem is az, hogy kell, hanem együtt akarunk, mert akkor lesz jó ez az egész. Általánosságban fogalmam sincs. Én azt tapasztaltam, hogy miután én nem vagyok dolgozó, nem adom fel alapítványba, hanem lelkes vagyok így önkéntesként, de egyébként a munkám is a megváltozott munkaképességekhez köt, és az ő nyílt munkaerőpiacon való elhelyezésükkel foglalkoztam már hosszú évek óta. És én azt tapasztaltam, hogy 2011-ben jött a rehabilitációs járulékoknak egy ilyen nagyon drasztikus megemelése, amikor valami 8 vagy 9-szeresére emelték, és egy munkahelynek 960 ezer forint nagyságrendű összeget kellett befizetni, akkor, hogyha legalább 25 főt foglalkoztatott, és a munkavállalók 5%-a kellett megváltozott munkaképességű legyen, vagy ha nem az, akkor be kellett fizetni ezt az arányszámot. És akkor hirtelen, hihetetlen módon megnövekedett, vagy azóta elkezdett növekedni az érdeklődés a megváltozott munkaképességűek iránt. Ez olyannyira igaz, hogy ezt megelőzőleg mindig nagyon kevés munkahely volt, aki nyitott volt a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására, és nagyon sok munkavállaló. Ez annyira megfordult, hogy jelen pillanatban nagyon sok munkahely van már, aki szeretne megváltozott munkaképességűt foglalkoztatni, és kevés olyan munkavállaló van már, vagy relatív nem olyan könnyű találni, aki mondjuk a nyílt munkaerőpiaci követelményeknek elég jó eséllyel meg tud felelni. Tehát ma már úgymond keresni kell a megfelelő felkészültség, vagy megfelelő hozzáállású, megváltozott munkaképességű embereket. Mert, bocsánat, ez egy kis kitérő, de hogy ha valaki sérült élethelyzetbe kerül, azt tapasztaltam, hogy nem kimondottan a fizikai hátrány az, ami a leginkább hátráltatja az életbe való beilleszkedésbe, hanem nagyon sokszor egy olyan lelki deficit keletkezik ezáltal, amit valaki megél, hogy nem vagyok képes, én ezt nem tudom megcsinálni, és kialakul egy fajta ilyen magamba sem bízom igazán, abba sem, hogy a környezetem segít, tehát egy ilyen nehézkedési erő lesz valakin úrrá, és ezt én nagyon jellemzőnek látom, és sokszor ez nagyobb hátrányt jelent, mint esetleg az, hogy a látásom vagy a mozgásomban vannak bizonyos akadályok. És csak a kérdésre még visszatérve, hogy én azt látom, hogy alapvetően a cégeknél nem arról van szó, hogy nem akarnak megváltozott munkaképességű embert foglalkoztatni, hanem
a figyelmük nem terjedt erre ki. Tehát mindenki küzd azért, hogy nagyobb profitot érjen el, és ilyen luxusra, hogy ilyen CSR tevékenységet erőteljesen folytassunk, erre esetleg nagy multicégek tudtak odafigyelni, akiknek ez ugye a figyelmük előterébe volt, de egy kisebb vállalkozásnak erre a figyelme nem terelődött. De ugyanígy mondhatom, hogy az önkormányzatokkal kapcsolatban volt egy olyan kezdeményezésünk 2012-ben, azt hiszem, amikor a fővárosi önkormányzatokat, illetve a megyei jogú városoknak csináltunk egy kampányt, hogy vállaljon mindenki, hogy két főt legalább foglalkoztat, és hogy egy bizonyos felkészítést ad a dolgozóknak. És én azt láttam, hogy az önkormányzatoknál nem az volt, hogy ők nem akarták, csak valahogy a figyelmük kevésbé terelődött erre rá, és ennek a kampánynak kapcsán, amit egyébként az Újbudai önkormányzattal kezdeményeztünk, és az Újbudai önkormányzat volt az egyik legtöbbet teljesítő résztvevője ennek az egész kampánynak. Az önkormányzatok azt mondták, hogy ja, igen, és akkor, de ez hogy kell? És akkor tartottunk erről egy előadást, elmentünk, tartottunk tréningeket önkormányzatoknál, és most már Újbudánál szerintem közelít a törvény által meghatározott arányszámhoz a megváltozott munkaképességek foglalkoztatása, mert ez sokszor akár ez 10-20 ember is lehet egy önkormányzat, egy 5%-ot látva, hogy még több. De hogy nem tudom, a 40 valahány önkormányzat van, aki vagy fővárosi kerület, vagy megyei jogú város, 43 vagy 45, valahogy így, és abból körülbelül 30 önkormányzat sikeresen teljesítette ennek a felhívásnak a eredményeit. Tehát, hogy megint azt mondom, amit a magánemberekkel kapcsolatban is, hogy én nem ellenállást látok, hanem sokszor az embereknek a figyelme bizonyos problémákra nem terelődik rá. Ahogy én megmondom őszintén, hogy én valahogy elköteleződtem a folyadékos területre, és mondjuk a kutyákkal annyira nem foglalkozom, vagy biztos, hogy vannak olyan társadalmi problémák, amire én nem rezonálok úgy, mert a figyelmem másra irányul, és nekünk, akik ezzel foglalkozunk, az a feladatunk, hogy azt mondjuk, hogy de, ez egy nagyon fontos probléma, illetve hogy maguk a folyadékos emberek tartsák elég fontosnak a saját életüket, a saját küzdelmeiket ahhoz, hogy pozitív és konstruktív megkereséseket adjanak a társadalomnak. Tehát ne negatív és csak keserűséggel teli, hanem pozitív, hogy na, mi ezt szeretnénk csinálni, mi erre képesek lennénk, mi ebben nagyon, nagyon benne vagyunk, és ezért szerintem ez a RUT kezdeményezés azért nagyon jó, mert maguk a folyadékos embereket lehet belevonni abba, hogy ők tegyenek valamit önmagukért, és ezek a jó dolgok. Végül a jövőbeli terveitekről szeretnék kérdezni, hogy esetleg nátok felmerült-e, hogy majd megváltozott munkaképességeket fogtok alkalmazni, vagy esetleg egy teljesen másik tevékenységbe elkezdtek bele, illetve mit is hasonló a kérdésem, hogy valamilyen teljesen más tevékenységben még gondolkoztok-e? Nálunk a tesztelésekhez, hogyha egy új város kerül palettára, akkor természetesen igen. Az, hogy valami egészen újba belekezdünk el, max annyit tudok elképzelni, hogy a Root for You-nak a fókusza szélesedik, mert mi azt látjuk, hogy az önkormányzatoknak arra van szüksége, hogy azokkal az emberekkel, akiknek a Root for You-ra van szüksége, azokra az emberekre az önkormányzatoknak is szüksége van, méghozzá azért, hogy egy ilyen kölcsönös kommunikációt tudjon történni, ami jelenleg nem történik meg. Tehát nekünk valószínűleg lesz majd egy olyan szerepünk is, hogy az érintetteket, akár a kismamákkal, a gyalogosokkal, akármi összekapcsolja, és így egy kicsit intenzívebb vagy aktívabb lehet a városi lakosság és az önkormányzat közötti kommunikáció. Nekünk folyamatosan vannak mindig terveink. Az egyik most, ami legégetőbb, az, hogy mi már 2010-ben elkezdtünk egy olyan gyűjtést, amilyen szeretnénk egy olyan modellértékű lakóotthont létrehozni, amiben sérült emberek élhetnek úgy, hogy olyan normalizált körülmények között, hogy mondjuk nem ketten, hárman, négyen laknak egy-egy szobába. Tehát ha valaki folyadékos élethelyzetben éli az életét, ugyanúgy azt gondolom magánéletre, egy csomó mindenre ugyanolyan igénye van, mint bárki másnak, és hogy erre szeretnénk egyfajta mintát adni. Ehhez az Újbudai önkormányzattól kaptunk egy telket, és hát ezt szeretnénk végigvinni, ezt tartjuk most a legfontosabb programnak, ami megvalósuljon.
Illetve még egy fontos kezdeményezés van, amit remélem, hogy ebbe az évben talán végig tudunk vinni, de ha más nem jövőre. A Nemzeti Színházban van egy ilyen gálamusra folytékos emberek világnapján, amit már azért kezdeményeztünk sok szempontból, mert szeretnénk egy olyan díjat létrehozni, ami kicsit a prima primissimának a logikájára működik, de a lényeg az lenne, hogy folyatékos embereket, vagy hátrányos helyzetű embereket díjazunk, de alapvetően nem feltétlenül egy olyan teljesítményért, ami a társadalom mai értékrendje szerint kiugró, hanem sokkal inkább egy olyan típusú kezdemény vagy teljesítményért, ami emberileg nagyon komolyan vendő. Én azt látom, hogy a társadalom ezt ma még nem annyira díjazza, de hogy mondjuk, ha valaki egy nyírségi kis idősek otthonába olyan szeretettel és elfogadással tekint a ottani lakótársaira és az életre, hogy arra azt lehet mondani, hogy ez példaértékű, akkor azt gondolom, ennek meg kéne adni a tiszteletét. Tehát, hogy ezt a fajta értéket a társadalom azt mondja, hogy igen, ez érték, és önmagában szerintem az élettől mi különböző mértékű talentumokat kaptunk, ki többet, ki kevesebbet. De a nagy kérdés az, hogy ki az, aki önmagához képest sokat hoz ki ebből. Ez nem mindig van összhangban a világban való sikerességgel. Tehát valaki lehet, hogy nagyon jó adottságokkal született genetikailag, nagyon jó környezetbe került, de utána egyébként léha életet él, de mégis sikeres a mai világban. A világ ma e szerint működik sokszor, hogy ezek az összefüggések is működnek, és mi szeretnénk azt megerősíteni, hogy ezzel a díjjal egy olyan üzenetet küldeni, amit szeretnénk, hogyha egy nagyon elismert és komoly díj lenne, hogy az a fajta értéklend erősödjön meg, hogy valaki önmagához képest sokat tesz meg az életben, az önmagában egy óriási érték, és egyébként egy ilyen világban egyetlen folyadékos ember se lenne hátrányos helyzetben. Tehát ha ez a fajta értékrend dominálna a világban, akkor föl sem merülne az, hogy valaki fogyatékossággal él, és hogy milyen hátrányai vannak, mert a mérőszámunk egész más lenne, és abban akkor teljes értékű, sikeres embernek tudnánk tekinteni a fogyatékos embereket. Tehát én ezt egy nagyon fontos kezdeményezésnek tartom, ez még sok minden várat arra, hogy ezért úgy a közvéleményben teljes erővel át tudjon billenni. Esetleg nem tudom, a közönségnek van-e kérdése? Három is, ami összekapcsolódik, hogy egyrészt ugye földobtad a labdát, hogy az üzleti modellnél ott azért nem volt minden teljesen világos, mert mondtad, hogy az adatokból, meg a közösségből látjátok úgy, hogy forrás lehet. Majd kicsit így az önkormányzatokról beszéltél, hogy erről majd egy pár szót. Ehhez kapcsolódik, hogy akkor ugye Új-Buda önkormányzatát is itt valamennyire képviselve, hogy akkor az önkormányzatoknak mi az igazából a kínálatotok. És akkor a harmadik, hogy mennyire vagytok kapcsolatban olyan civil szervezetekkel, mint például a Nem Adom Föl Alapítvány, aki amúgy, mint többször hangzott, ugye az önkormányzatnak nagyon jó partnere. Hogy létezik-e ez a kapcsolat, mert ha nem, akkor akár azért is jó, hogy összejöttünk, hogy ez a kapcsolat modell indulhat. Tehát, hogy akkor üzleti modell, önkormányzat, meg a Nem Adom Föl és hasonló civil szervezetek. Nem Adom Föllel annyi a kapcsolat, hogy voltunk és megkóstoltuk, teszteltük, fotóztuk, blogbejegyzés született, reklám, meg nem tudom mi. De azért, mert nagyon tetszett. Tehát így részünkről ennyi volt, ennél így hivatalosabb kapcsolatfelvétel nem. De egyébként szervezetekkel van kapcsolatunk, főleg ahogy mondtam a tesztelés stb. Miatt, mert nekünk szükségünk van a visszajelzésekre nyilván. Önkormányzatok. Jelenleg az úgy néz ki, hogy egy alaptérképet készítünk el az önkormányzattal együtt. Ez online megjelenik. Az önkormányzatnak ez azért jó, mert egyrészt most még nagyon az elején vagyunk, és ezzel egy ilyen tudatos képet tud az önkormányzat magáról a külvilág felé mutatni, ez az egyik. A másik pedig az, hogy olyan adatokat kap így az önkormányzat, amit nem feltétlenül kap meg máshogyan, az ilyen kritikus pontokat például. Ugye mi úgy szoktuk magunkat definiálni, hogy információs akadálymentesítést végzünk, mert az, hogy végig gurul az ember egy járdán, meg elmegy, és megnézi, hogy ott lehet-e menni, vagy nem, ott nincsen infrastruktúrális beruházás semmi. És ez az összeg, ami egy felmérés,
az semmi ahhoz képest, amit mondjuk egy akár egy darab kereszteződésnek az átalakítása. Viszont azt látjuk, hogy hol van a probléma. Mi nem azt akarjuk, hogy a kerekesszéket használók azon, hát hogy mondjam, tehát hogy amit te is mondtál, hogy nem negatívan kell ez az egészhez állni, hanem az adott szituációból a legtöbbet kihozni. Mindenki tudja azt, hogy nem egy perc alatt lehet egy óriási várost felújítani. A mi célunk az az, hogy a felhasználók az adott szituációban totálisan jól tudjanak közlekedni, de azt tapasztaljuk, meg mondták az érintettek is, hogy az info az annak ellenére mondjuk, hogy megcsináltak egy közterületet, nem érhető el, vagy nem tud róla mondjuk ő maga. Tehát ez egy viszonylag összetett dolog. Lényeg az, hogy az önkormányzatnak azért jó, mert az info kikerül, ő maga kap visszajelzést arról, hogy mi nem stimmel még mindig. A felhasználónak meg azért, mert könnyebben tud közlekedni, látja, hogy merre mehet, ki mer mozdulni, közösségben egymással meg tudják osztani az információt. Tehát ahhoz képest, hogy mennyi előnye van az egésznek, ez egy iszonyatosan kis ráfordítással működik. Igen, az első lépésben igen, és utána pedig, nyilván a felhasználónak nem, és utána pedig a felhasználókhoz mi ezt eljutatjuk ilyen-olyan kampánnyal egymás között, hogyha van egy komplex, tehát egy hasznos dolog, akkor ez már nagyon terjed. Tehát így. Igen, de ugye ez erre azért van szükség, mert nem már rendelkezésünkre végtelen mennyiségű pénz, tehát kellett valami olyan vonalat behozni, amiből már ezen a szinten is van bevétel. Így nagyon röviden ennyi, de hogyha... Tehát ezért van az például, hogy most már külföldi partnereket is keresünk, mert nem igazán van arra idő, hogy a Magyarországon akár, de tök mindegy, hogy hol, de lényeg az, hogy elég lassan őrölnek ezek a kerekek, mint tudjuk, és nekünk meg azért haladni kell, mert a pénz az meg elfogy. Úgyhogy külföldön is keresünk partner például. Tehát, hogyha ott sikerül egy megállapodást kötni, akkor hamarabb jön össze az, hogy hogyan lesz egy komplex applikáció, amit utána viszont itthon már könnyebb értékesíteni például. Tehát így. Igen. Most ugye mondtad, hogy a külföldi célcsoport, tehát a célcsoport meghatározása alapján jön be angolul a weboldal. Ugye most a Root for You brand gurujszabadon.hu-ra magyar doménre mutat, de mégis angol nyelven érhető az oldal. Mi az oka? Tehát a célcsoport meghatározása, vagy egyéb? Annak most egész egyszerűen szerintem annyi az oka, hogy voltak múlt héten a srácok egy külföldi versenyen, és szerintem csak emiatt. De egyébként a gurujszabadon.hu-n volt például annó a Mikulásos kampány elérhető, amit mondtam az előbb, és ott volt elérhető eddig a belvárosi járdatérkép, ami már megvan. Most, hogy éppen miért az önkormányzatos angol landing page van ott, azt most így pontosan nem tudom egyébként, és majd lehet, hogy jelzem is. Igen. Hát én a Corvinus Egyetemen tanítok, úgyhogy nézd el nekem, hogy kötjük az ebet itt a karóhoz, de nekem is ez a kérdésem igazából, hogy érthető, hogy amikor egy alaptérkép még nincsen meg, akkor kerestek partnereket, kerestek önkormányzatokat, akik ezt megfinanszírozzák. De van-e arra elképzelés, hogy ez tartósan hogyan válik fenntarthatóvá? Ha jól értem, akkor az nem merült föl, hogy a kerekes székesek, babakocsisok, gyalogosok legyenek azok, akik letöltésért fizetnek az alkalmazásért. Nem merült föl valószínűleg az sem, hogy belépítsetek esetleg prémium szolgáltatásokat. De akkor mi lesz a modell később, amikor az önkormányzatok már elégedettek, megkapták az információt, akkor is ők lennének, akik ezt finanszírozzák, vagy van más ötlet, hogy hirdetés, fizessenek azok a helyek, akik ezzel szeretnék mutatni, hogy ők mondjuk kerekesszék barát, vagy babakocsis barát helyek, vagy van erre terv, hogy mi lesz a hosszú távú fenntartható bevételi áram? Volt szó arról, hogy ahogy említetted, a helyek megjelenésért, tehát a listában való megjelenésért Foursquare-nél azt hiszem hasonló módon valamennyit igen tudnának fizetni. Volt arról szó, hogy be tudunk vonni szolgáltatásokat a felületre, ami jelenleg például azt tudjuk, hogy a babakocsisok, tehát a friss anyukáknál, úgyhogy kezd. Tehát, hogy friss szülőknél az egy komoly igény, hogy a
hogy a hozzájuk hasonlóakkal össze tudjanak jönni, és legyen egy felület arra, ahol mondjuk találnak olyan programokat, akár napról napra, ahova el tudnának menni. Ugyanez igaz a kerekesszékesekre is. Akár talál egy gyógymasszört, mondjuk meg tudja nézni, hogy a közelében hol a legegyszerűbb, és lehet, hogyha az előző valamiért most már nem működik, akkor viszonylag gyorsan tud találni. Hogyha ezt egy online fizetéssel akár, vagy bárhogy meg lehet oldani, akkor például onnan is lehet. De ahogy itt volt róla szó, az önkormányzati együttműködések által kialakul az alaptérkép, utána már sokkal nagyobb kedvel jönnek a felhasználók, akik pedig utána gyűjtik az adatot, de rengeteget, és meg a helyeket viszik fel a térképre, stb. És az adat az is viszonylag fontos, és ami meg a harmadik, vagy már nem tudom, hogy hanyadik, amit mondtam korábban, hogy a közösség, ugye az nem volt teljesen értető, hogy miért, mert a kerekesszékesek viszonylag kevesen vannak, viszont babakocsisokkal meg már sokkal többen vannak, és a másik pedig az, hogy annak ellenére, hogy kevesen vannak, itt koncentráltan érhetők el külső felek által. Na most nem feltétlenül reklámot mondok, de rengeteg ötlet van erre vonatkozóan. Tehát azt tudjuk, hogy itt kik vannak, és ők milyen kondícióval rendelkeznek. Hogyha sokan vannak, akkor ez egy viszonylag nagy, nem tudom, na, tehát ez egy nagy dolog. Érték, köszönöm, érték. Ezt a szót kerestem. Köszönöm. Pont ehhez kapcsolódna a kérdésem, hogy mekkora ez a piac? Tehát, hogy körülbelül, és annak mekkora részét éritek most el? Nagyon kis részét érjük el. Aha, és kávé, tehát mit lehet belőle tudni, hogy kávé, mi a cél? EU-n belül milliós nagyságrend, de nem egy nagyon nagy. Hogyha ezt csak a kerekesszékesekre vetítjük le, de ugye az is egy nagyon szegmentált csoport, mindenkinek más az állapota, nem biztos, hogy mindenki tud használni okostelefont. Lehet ez viszonylag kevés is, meg lehet ez nagyon nagy is, hogyha babakocsisokat is belevesszük. Ez mind attól fog függeni, hogy az új app az mennyire lesz napi szinten használható. De vannak ötletek, úgyhogy a szám miatt egyáltalán nem aggódunk, meg érdekes, hogy ilyen versenyeken annyira jók a visszajelzések, hogy nem is nagyon hiszem, hogy kell jelenleg emiatt aggódnunk. És itt a közös halom az ugye az a babakocsis felhasználók egyrészt, másrészt meg ugye a fogyatékkal élők, de mondjuk, hogyha én abból indulok, hogy nem biztos, hogy így szeretnék valakit megcélozni, de egyéb érdeklődés alapú információk is rendelkezésre állnak, meg akár a hagyományos célzásra is lehetőséget biztosít majd a rendszeretek? Nem teljesen értem, hogy érdeklődés alapján. Tehát célcsoportképzésről beszélek, tehát hogy akik neki hirdetni szeretnék, azok mondjuk én nem teljesen tudom, hogy most ők 25 év alatti nővidéki. Tehát, hogy a felhasználók belül. Hát, hogy az demográfiai, igen, de emellett az érdeklődés alapú ugye az, ami sokkal inkább érdekes lehet mostanában. Tehát, hogy ilyen jellegű, tehát, hogy említettél, hogy programokat is. Igen, nem volt erről szó eddig egyébként. A programokról volt, de hogy így, hogy ezt magát az érdeklődési kört utána, hogy lehessen értékesíteni, hogyha erről szól a dolog, vagy hogy a reklám szempontjából eddig ezen nem gondolkodtunk, de most, hogy így mondod, teljesen jogos. Én is. Gézához lenne, hogy téma szakértőjeként egyrészt, hogy mondod, hogy versenyeken ugye jók a visszajelzések, de ugye téma szakértőjeként te, aki ugye ebbe a közegbe sokat mozogsz, hogy látod, hogy eznek mennyire van életképessége, ez ami ugye kicsit hozzájuk kapcsolódik a kérdés, ami meg jobban hozzátok. Időnként így felkapják ez a szociális vállalkozás, szociális szövetkezet, és ez mindig ilyen nagyon népszerű, és nagyon sokan így érzelmileg tudnak kötődni a témához, de hogy mennyire látsz ebbe valós növekedési lehetőséget. Mert ugye nektek most van egy szociális szövetkezetek, ami remélhetőleg egy fenntartható, sikeres vállalkozás lesz, de mondjuk ugye a magyar gazdaságban hogy látod, hogy mennyi ilyen van még, akár iparáktól függetlenül, tehát hogy vendéglátás, akár nem tudom én, a kollégám a pelletgyártásban volt egy ilyen szociális szövetkezet, akit mentorált, tehát hogy akkor elsőnek Root for You, és utána meg így a nagy szociális szövetkezet világ.
A Root for You-val kapcsolatban ezt már bennem is volt, köszönöm a kérdést, mert bennem is volt, hogy valahogy itt majd hozzá fog szólni ezzel kapcsolatban, hogy én azért tartom ezt egy rendkívül jó dolognak, mert és közben az is eszembe jutott, hogy a Gurúj Szabadon nagyon jó név, de hogy a biztosra megyek.hu az is egy jó név lehetne, mert hogy a fogyatékos embereknek egy rendkívül, megint azt mondom, hogy rendkívül nagy energia rabló dolog az, hogyha nekem mondjuk most ki kéne menni a Újpestre, vagy a harmadik kerületbe, és utána kiderülne, hogy ott azért nem biztos, hogy be tudok menni oda, ahova elindultam, vagy ütközben valami olyan akadály lesz, amit nem biztos, hogy végig tudok érni. És azt gondolom, hogy a bizonytalanság az egyik legnagyobb energia rabló dolog az életben. Tehát a biztos rosszat sokszor az ember jobban viseli, mint a bizonytalanságot, hogy nagyon sokan vagyunk ezzel így. És hogy a fogyatékos embereknél a közlekedésben ez a fajta bizonytalanság, hogy jön-e akadálymentes járat, le tudok-e ott gurulni azon a részen, el tudok-e menni ott azon a, nem tudom, szakaszon, ez rengeteg embert tart vissza. És az a lelki nehézkedés, amiről beszéltem korábban, az azt gondolom ilyenekből is adódik össze. Tehát, hogyha ez a fajta akadálymentesítés, ami önmagában még nem biztos, hogy ugye ettől megszűnik az akadály, de én tudom, hogy ha elindulok, akkor ott nem lesz gond, ez már egy óriási dolog. Tehát, hogy én meg ki tudom választani azt, hogy igen, ide biztosan mehetek, mert nekem ez nagyon jó lesz. Tehát én ilyen szempontból ezt egy nagyon fontos dolognak tartom, és megint mondom ezt a szemléletet is, hogy nem minden akadályt tudunk megoldani, de az ember ki tudja számítani az akadályokat, az már önmagában akadálymentesítés. A másik pedig a szociális szövetkezetekre nézve, hát hazudnék, ha én azt mondanám, hogy ezt én teljes egészében átlátom, mert én nagyon non-profit irányból jövök, tehát nagyon polgári szolgálatosként fiatalon belekerültem ebbe a non-profit összefüggésbe, és nem volt semmilyen for-profit tapasztalatom. Ahogy most itt a kávézót csináltuk, nagyon érdekes nekem tanulni azt, hogy a for-profit világnak milyen összefüggései vannak, és azt gondolom, van, amit tényleg nagyon érdemes onnan tanulni, tehát hogy sokszor a pénz az embert bizonyos dolgokban sokkal nagyobb hatékonyságra neveli. Az, hogy rögtön van egy visszajelzés, hogy hopp, akkor elmarad a profit vagy a bevétel, hogyha valamit nem csinálunk olyan hatékonyan. Ebbe a pályázatos non-profit világban az ember néha egy picit ilyen szempontból tehát mondjam, ez a fajta hatékonyságra vagy törekvés az erodálódik. A szociális szövetkezetekkel kapcsolatban én azt látom, hogy azzal, hogy pályázatok vannak szociális szövetkezetekre kiírva, ez rendkívüli módon motiválja az embereket, hogy szociális szövetkezeteket hozzanak létre. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy mi nem ezért hoztuk létre. Erre volt pályázat, így tudtuk a felújítását megcsinálni a kávézónak. Csináltunk volna non-profit KFT-t, tehát semmi olyan konkrét okot nem tudok mondani, ami miatt nekünk szimpatikusabb volt a szociális szövetkezet, mert el tudom azt mondani egyébként, hogy ez a közösségvállalás, ez egyébként nagyon szimpatikus, ez a közös dolog, de tulajdonképpen akik tagok lettek a szociális szövetkezetbe, az, ha egész őszinte akarok lenni, az olyan volt, hogy na legyetek ti a tagok, de egyébként úgy is közösen gondolkodunk ebbe, tehát egy közös érdek mentén gondolkodunk, és ez valahogy így lett a szerep elosztva, és Istennek hála egy olyan jó bizalmi rendszer van az alapítvány körül egy nagyon nagy holdudvarban, hogy ezt meg lehetett tenni. Ezen kívül egyébként van még egy szociális szövetkezetünk, az lent Borsod megyében, ahol ilyen cigány gyerekekkel foglalkozunk pont abban az összefüggésben, hogy aki fogyatékos élethelyzetben él, és mondjuk lemegy a roma falvakba, ott nagyon gyakran az az attitűd van, ott a cigány emberek között, akiket nagyon becsülök és tisztelek, és nagyon sok jót kaptam tőlük, érzelmileg nagyon sokat tudnak adni az embernek, de nagyon gyakran, nagyon intenzíven megérik a saját nehézségüket. Tehát nagyon átélik azt, hogy nekik nagyon rossz, és innentől fogva már igazából a világ tőlük ne várjon semmit, nekik annyira rossz, hogy már mit tudnának ők tenni. És ha a sérült emberek lemennek egy ilyen közegbe, és azt mondják, hogy jöttünk, hogy segítsünk valamit, hát szeretnénk valamit hozzátenni itt a dolgot, akkor azt gondolom, hogy ez a cigány emberekből kivált valami olyasmit, vagy a szociálisan hátrányos helyzetű emberek, hogy ne rájuk fókuszáljunk csak abba a településen csak romák élnek, ahol ezt mi vittük, azért mondom így.
Tehát kivált valami olyasmit, amit ha én megyek le, akkor nekem azt mondják, hogy hát Géza bár segítsen már, hát olyan nehéz nekünk, és oldja már meg, és hozzon már, és támogasson már. De ha lemegy egy sérült ember, ezt nekik nyilván nem tudják elkezdeni mondani. És hogy ezáltal tehát bele lehet őket vonni olyan dolgokba a fogyatékos embereknek a közreműködésével, amiben egyébként nagyon nehéz lenne. Tehát ezt az attitűdbeli problémát nagyon nehéz lenne egyébként megugrani, mert ők annyira érzik azt, hogy nekik nagyon rossz. És ott is létrehoztunk egy szociális szövetkezetet, felépült egy ilyen vendégház, amilyen 20-25 főnek alkalmas, és oda szeretnénk levinni olyan csoportokat, amik lehet egy üzleti tréning, de lehet egy osztály, lehet egy, nem tudom, egy baráti közösség is, hogy megismerjék az ottani roma világot, alkossanak róluk egy reális képet, hihetetlen jól főznek, fantasztikus, ahogy zenélnek, elképesztő hangulat, amit tudnak csinálni, ami tényleg varázslatos. Nekem korábban nem volt így roma közösségekkel kapcsolatom, nagyon sokat kaptam ettől a velük való találkozástól, és hogy őket a saját értékeik szerint megmutatni a világnak, hogy ezt egy nagyon jó lehetőségnek tartom, amire egyébként a szociális szövetkezet szintén egy jó minta, mert őket is ebbe belevonni, mindenki tud, tehát nem az történik, hogy fölveszek valakit dolgozni, hanem a belerakott munka alapján tudok utána kifizetni bizonyos juttatásokat, tehát ezt egy nagyon jó dolognak tartom, mint szociális szövetkezet ilyen szempontból, hogyha amit mondtam, a kávézó az nem teljesen klasszikusan ezért alakult így, de ott lent ez például az, hogy mindenki a belerakott munka arányában tud kivenni a közösből, ez egy remek jó dolog. Úgyhogy van azért szerintem ennek fantázia, ebbe látok fantáziát, és különösen azoknak a közösségeknek, akik nem az üzleti részből jönnek, mert van, aki az üzleti világból jön, és ezt is meglovagolja, mint egy üzleti lehetőséget. Mi a non-profit részből jövünk, és szeretnénk valahogy non-profit lélekkel valami kis fenntarthatóságot vinni. Szerintem ennek a körnek nagyon jó a szociális szövetkezet. Itt elhangzott a beszélgetés során, hogy Budapest akár 10 ilyen nem adom fel típusú kávézót is elviselne a közvetlen jövőbeni tervek között, viszont nem hangzott el, hogy csináltok még egy kávézót. Ennek mi lehet az oka, illetve a vidék esetleg már fel lehet készülve, egy vidéki nagyváros fel lehet készülve arra, hogy egy ilyen típusú kávézót eltartson? Hát azt kell tudni, hogy a Costa Café-tól mi rendkívül sok segítséget kaptunk. Tehát nagyon sokat támogatott bennünket. Ők, nekik egyetlen egy kávézók van jelen pillanatban Nyíregyházán, ami velük beszélgetve azért nem teljesen véletlen. Tehát vidéken a fizetőképes kereslet az viszonylag alacsonyabb. De ez csak egy része a válasznak, hogy azért szerintem vidéken nem olyan egyszerű kávézót fönntartani, tehát Budapesten valahogy az életérzés minden sokkal inkább erre lehetőséget ad. Minket is már hogyan megkísértett az a lehetőség, hogy így összesítve a tapasztalatokat, amit a kávézónak a eddigi valamivel több mint 2 hónapjában már összeraktunk, hogy valamiféle olyan rendszert írjunk le, ami által nem adom fel Café & Barként tud valami működni, és azt mondhatjuk, hogy mik azok akár a külső kinézetre vonatkozó paraméterek, mik a dolgozóknak a szerepére, tehát nálunk például most úgy működik a kávézóban a felszolgálóknak a szerepe, hogy valaki bejön, rögtön az ajtóban megszólítják, köszönnek neki, elmondják, hogy körülbelül mi a kávézónak a rendje, elmondják, hogy oda kell menni a pulthoz rendelni, utána az ember kap egy kis bilétát, azzal leül, és a felszolgáló viszi ki utána a kávét, vagy amit kértek. Tehát, hogy ezeket a jellegzetességeket, amitől nem adom fel Café & Barként működünk, hogy ezeket rakni össze, mit jelent a kínálat és egyebek. Én úgy érzem, hogy azért nekünk ez egy kis idő még kell, hogy ezt így le tudjuk írni, illetve amit elmondtam, hogy nekünk lehetőségünk nem nagyon lesz arra, hogy még egy ingatlant vásároljunk emberi számítás szerint, és a saját magunként működtessük. Az, hogy béreljünk, az nem kizárt, mondjuk egy jó önkormányzati kapcsolattal akár az ember hozzá tud jutni egy ehhez alkalmas ingatlanhoz, úgymond jutányos áron, hogy ez működőképes legyen. De én azt gondolom, hogy a mi üzleti modellünk még nem kész ahhoz, hogy ezt elindítsuk. Egyébként itt pont beszélgettünk korábban itt a riporter hölgyel, aki itt kamerában volt, hogy vidékről kerestek meg bennünket, tehát Debrecenből, Szegedből, Szombathelyről már kerestek meg bennünket, hogy nem lehetne, hogy ott is csináljunk, és hogy lelkesek lennének ebben a dologban, és igazából mi is lelkesek lennénk,
de azért nagy tőkénk nekünk nincsen, megint a kosztás kapcsolatokból tudom, hogy ők mennyit investálnak bele egy kávézó nyitásba, tehát egy kávézó indításba, hogy azért ez nem olyan magától értető dolog, ez mondjuk szerencsés pályázatok is jók lennének, ami Kelet-Magyarországon inkább van, mint Nyugat-Magyarországon, Budapesten erre kisebb esély van. Tehát Budapesten ez egy kicsit nehezebb dolog, de egyébként a szándék meg lenne, és hiszem, hogy lehet is, tehát ha mi is megtanuljuk, hogy ügyesen, hogy tudjuk működtetni az egészet, akkor szerintem ezt lehet rentábilisan, vagy legalábbis úgy működtetni, hogy ebből nem egy nagy extra profit lesz, de hogy fenntartható rendszer lesz. Hát mint Donald Costa, az például rengeteget segített. Tehát az, hogy a munkaszervezés szempontjából hogyan működjünk, abban ő nagyon sok mindent mondott, illetve azért van a Fröccs terasz, az Erzsébet téren van, az ő vezetőik is nagyon sokat segítettek. Most is van egy Hegedűs Péter nevű úriember, aki egyébként a közgazdasági, vagy Budapesti Gazdasági Egyetemen tanszékvezető, és régen a Fortuna étteremnek volt 30 évig a vezetője, ő most itt a meleg étkezés elindításában nagyon sokat segít. Tehát tényleg azt mondhatom, hogy annyi sok emberi jóindulattal találkoztunk, és annyi sok emberi jóindulatot tapasztaltunk ebben az egész folyamatban, ami nélkül biztos, hogy nem, tehát nem tudnánk ennyire sem hatékonyan működni. Meg egy kérdés, hogy ti most egész pontosan mit nyertetek? Mert hogy a régióban valami startup, valamit nyertetek, és majd valamit képviseltek valahol, hogy erről egy pár szó. Volt egy 1776 Challenge Cup nevű rendezvénysorozat, ami hát ezek szerint, amikor, tehát megnyertük a Pestit, de nem tudtam, hogy az meddig tart, és most kim voltak a srácok Tel Avivban, ott volt az európai döntő, és akkor onnan 5 csapat megy tovább, azt hiszem, az USA-ba, és akkor Washingtonban lesz 2 hónap múlva egy világdöntő, ami pedig, hát meg nem mondom, 30 csapat, de lehet, hogy 60, 30, 60, 20, 40. Igen. Igen. Uh-huh. És hát úgy néz ki, hogy nagyon jól sikerült, úgyhogy ez most már egy kicsit nagyobb, meg komolyabb dolog, mint amik eddig voltak. Úgyhogy készülünk júniusra. A külföldi piacka az mennyire reális? Tehát, hogy Amerikában az ottani önkormányzat lesz a megrendelő. Igen, reális. Az a durva, hogy rengeteg megkeresés volt külföldről, Kanadából, Dubájból, Szingapúr, nem tudom, tehát rengeteg helyről. De az egyik az, hogy addig szerencsére pont kész lesz az új verzió, és addigra majd szerintem valami kis huncutságot csinálunk az USA-ra, valahogy próbálunk egy kis traction-t szerezni oda, hogy úgy lehessen már pitchelni júniusban, hogy valami legyen a kézben, hogy úgy jól mutasson. Ezt nem tudom, hogy mennyire fog sikerülni, de reális az a... Jó, tehát... Igen, mondjuk így, igen. Tehát hiszünk. És felkészültnek érzitek magatokat? Mert ugye egy magyar, főleg egy induló cégnél nagyon sokszor az a baj, hogy ha túl nagy lehetőséget kap, abban omlik össze, mint a legendák szerint, amikor ide jött a kínai delegáció, és akkor... Ez itt volt, ha kimenjük az épület előtt, sajnos. De hogy ilyen, ez a lyukasztógépet nagyon tetszett nekik, ami a BKV-nál volt, és akkor ezt egy magyar kis kecskeméti, vagy milyen gyár, gyártotta, és akkor kínaiak hirtelen rendeltek volna annyit, hogy 100 év alatt gyártották volna le. Igen. Tehát, hogy látok visszatérve, hogy felkészültek vagytok-e, hogyha ha hirtelen berobban a dolog. Igen. Igen, hát ezt kell mondani. Igen. Hát, hogyha azt mondanák holnap, hogy akkor Tibor, akkor New Yorknak a felmérését, legyen csak New York City. Ha ne. Hogy akkor azt most meg kéne szervezni Tibor, akkor lehet, hogy nyelnék kettőz. De... Yes. De of course. Akkor, hogyha nincsen több kérdés, akkor köszönöm szépen.